A keddi Lengyelország elleni szétlövéses vereséggel eldőlt, hogy a magyar U18-as jégkorong válogatott búcsúzik a Divízió 1-től. A csalódást okozó szereplésről Arany Máté, a magyar csapat legjobbjának megválasztott hátvéd azt mondta, ő sem erre számított, és hogy több van az együttesben. Egyáltalán nem erre számítottunk, ez a kiesés, ez nagyon nem hiányzott sem a válogatottnak, és nekünk is nagyon rosszul esett. Többet vártunk ettől a csapattól. Válogatott és volánbeli csapattársa Vince Péter is érthetően csalódottan vette tudomásul a kiesést, főleg, hogy nem is olyan rég még jóval erősebb ellenfeleket győztek le. Elég nagy csalódásként, főleg a februári négy nemzet torna után, ahol is az első helyezést értük el. Három darab olyan csapatot vártunk meg, aki egyel felettünk lévő csoportban áll, és most mégis sikerült kiesnünk. A válogatott bal szélsője szerint a kudarc oka elsősorban a fejekben keresendő. A fejekben nem voltunk elég ott a meccseken, sokszor az öltözőben maradtunk, nem tartottuk be a taktikákat, amiket az edző mondott. Azzal Arany Máté is egyetért, hogy mentális okok vezettek a kieséshez, de szerinte csapatként is többet kellett volna mutatniuk. Sokat egyénieskedtünk, az lehetett a baj, és nem működtünk csapatként. Mindenki megpróbálta a saját maga kis játékát játszani, és nem 22 ember volt egyszerre a jégen egyként. Kesergésre azonban nincs sok idő, Arany Máté az érettségire készül, Vince Péterre pedig jövőre vár ugyanez. Mindketten pozitívan néznek a jövőbe és állnak az újabb kihívások elé. Ha minden igaz, a következő szezontól az Ebel junior mezőnyében küzdhetnek a Szapafehérvár AV19 színeiben, ami csak előnyükre válhat, hiszen erősebb bajnokságban, jobb ellenfelekkel szemben fejlődhetnek tovább.